Kovács Ferenc mesteredző munkásságáról és szemléletéről szól az a könyv, amely Kovács Ferenc edzésnaplója, avagy a magyar futball tradíció utolsó mohikánjának üzenete címmel jelent meg. A könyv szerzője Ferenc Attila szükségesnek tartotta, hogy az a szellemi örökség, amelyet Kovács Ferenc az utókorra hagyományozott, mindenki számára hozzáférhető legyen. A könyv legfontosabb mondani valója valójában túlnyúlik a labdarúgáson. Az 1920-as évekig kialakult a magyar sportkultúra, amely sportkultúra különböző sportágak esetében azonos eszmerendszert képviselt. Ennek az üzenete egy mondatban következő, hogy kép- és folyamatnézőpontú, stíluskiindulópontú, alakzati játékszervezési művészi labdarúgó fölfogás. Ezt a gondolati rendszert képviselte sok sikersportágunk edzője, és ezek a gondolatok okozták sikereinket a sportág fejlődésében. A könyvbemutatón többek közt részt vett Szabó József, aki a Videoton csatára volt akkor, amikor Kovács Ferenc irányításával UEFA kupa döntőbe jutott a csapat. Elmondása szerint Kovács Ferenc életének munkássága a ma generációjának számára is példaértékű kell legyen. Nekünk évekig edzőnk volt, és vakon bíztunk benne, mert olyan dolgokat mondott, meg olyan dolgokat gyakoroltatott velünk, ami a munkra szolgált, meg hát nem beszél arra, hogy az eredmények is jöttek, tehát ez egyértelmű volt. Szabó József hozzátette, hogy az edzéseken csak olyan dolgokat kért az edző, amelyek feltétlenül szükségesek voltak ahhoz, hogy sikeres legyen a csapat.